Megérkeztem Csehi Mindszentre. Most május 2-án, sajnos se áprilisban, se márciusban nem tudtam jönni, egyéb elfoglaltságok, illetve az időjárás miatt. Úgyhogy most elindul a munka, és hát így néz ki belülről ez a kis házikó. Nagyon egyszerű kis parhelt. Kis főzőfülke és ágyikú tartályomat nem sokára elzárom a csapját, hogy gyűjtse a vizet, mert ez télen most nyitva volt, de előtte kitisztítom az ereszeket, ez az első, utána jön valami eső, ez jó is lesz, hogyha ezt most minél előbb megcsinálom. Aztán, mint látjátok, elég nagy a fű, de hátul még nagyobb, mert hátul nem tudtam levágni egyszer se, úgyhogy most nagy munka lesz a héten, hogy ezzel előre haladjak, és a területet megtisztíthassam. Gyönyörű és szépen virágzik az orgona. Cseresznyefa már elvirágzott, ahogy nézem. Reméljük, hogy az idén azért jobb termés lesz, mint amilyen tavaly volt, mert tavaly sajnos nem volt semmi. Itt van Méri sziklakertje. Ez majd rávár kitakarítani. Ezek a virágok. Kövérrózsák nagyon szépen erősödnek. A varjúhá is. Jó. Szóval egyenlőre ennyi. Megérkezett az áram is, a modern világ szószólója hozzánk ide, Csehi Mindszentre, úgyhogy innentől kezdve már áram is lehet, hogyha majd az óra meg lesz és lehet használni. De hát ez majd csak később lesz. Itt a szerencsehozó házikó is, ezt aktivizálni fogom meditációra, jógára, és ide szeretettel várok mindenkit, aki Vas megyében szeretne feltöltődni, az jöjjön, és használja ki azt, hogy itt van egy különleges szerencsehozó házikó, használja ki azt, hogy itt van egy testmegújító hathajógatanár, az összes betegséget, az összes problémát, depit, stresszeket, azt mind meg tudjuk oldani körülbelül egy hét alatt. Tehát ha valaki eljön ide egy hétre, garantálom, hogy utána kicserélődik a szervezete, az idegrendszere, az érzésvilága. Tehát ez az ígéretem minden egyes magyar embernek. Aztán voltak itt már Svájcból is, úgyhogy nem csak magyaroknak az ígéretem, ez a bambusz szépen nő. A fügefák is szépek, erősek. Gyönyörködhetünk majd benne a termésükbe, majd a következő hónapokban. Közben itt az oregano. Itt az oregano. Kettes vízgyűjtőt is majd csatlakoztatom erre a részbe, elzárom lent majd a csapot, ez az öntöző vizes gyűjtő. És lesz munka bőven, nem fogok unatkozni, ebben már biztos vagyok. Remélem, hogy sok ember fog jönni, és élvezik majd ezt a területet, ezt a nyugalmat, madárcsicsergést, békét, amit van. Ez a változatosság kedvéért egy újabb oregano mező, és a negyedik oregano mező. Ezeket mind-mind ki kéne takarítani, tisztítani, hát ez majd a jövő zenéje lesz, mert az első a fő lenyírása.
Szép napot kívánok mindenkinek!